Hogyan egyeztethető össze a család a munkával, milyen a nők munkaerőpiaci helyzete? Többek között ezekről is szó lesz egy közelgő konferencián, amelynek középpontjában a nők állnak. Itt van velünk a témában Csöböd Katalina, a nő a siker alapítvány alapító. Jó reggelt kívánok, kezdjük köszönjük Jöreget. szépen, hogy befáradt. Hát ez nem csak a nőkre igaz, azért a férfiakra is, tehát hogy hogyan lehet a munkát a családdal, de természetesen a nőkre mindig nagyobb teher hárul. Egyébként baj van ebben a témában, azért van szükséged a konferenciára? Nem gondolom, hogy olyan nagy baj lenne, de jó erről beszélni. Uh -huh. Többek között azért is tervezzük így március 7, 8-9, tehát nőnap köré ezt a konferenciát, hogy tudjunk a, erről a problémáról, vagy ha nincs probléma, a, a jó dolgokról beszélni a nők munka erőpiaci helyzetéről, a család, magánélet relációjában egyeztetéseket, információcseréket végezni egy ilyen konferencia során. Mennyire öntudatosak egyébként a mai nők, és mennyire kell fogni a kezüket ebben, amit lát? Én úgy gondolom, hogy jó azért példát mutatni a, a, jövő női generációja számára. Korábban ugye fontos volt, hogy a nő mindig otthon legyen, és csak a konyhában ténykedjen. Mi úgy gondoljuk, hogy ugye nem csak a, Ugye otthon lehet a munkát végezni, hanem otthonról is lehet másfajta munkát végezni, tehát a magánélet, család, munkahely, atipikus munkahelyek kialakítása, és ezért fontos mindenféle jó információt és jó gyakorlatokat. Megbeszélni egymással, más női civil szervezetekkel például. Egyébként tényleg mi az ajánlásuk? Tehát ennek a konferenciának mi lehet a vége? Tehát ön hogyan látja, mi a, mi a jó modell? Tehát ugye férfi, nő dolgozik, mind a kettő nagyon sokat dolgozik, későn megy haza, ott van a gyerek, ott vannak a gyerekek, család, vacsora, bevásárlás, takarítás, minden más egyéb. Tehát mi a jó modell? Hogy kell ezt csinálni? Tehát mi nem azt, női szemüvegen keresztül. Igen, tehát mi nem azt mondjuk, hogy csak a nők tudják meghozni a jó döntéseket, de mondjuk a döntésekből ne hagyják ki a, a nőket is. Tehát úgy gondolom, hogy a nőknek fontos szerepe van a társadalomban, nem csak otthon, de a gazdaságban is, és egy ilyen konferencia alkalmával pontosan a azokat a dolgokat akarjuk megbeszélni, amit mondjuk más fórumokon nem tudunk, csak nők együtt vagyunk, határon túli, határon uh -huh. inneni civil szervezetek, női civil szervezetek. Most pedig egy kicsit bővítettük a kört a V4-es elnökség kapcsán, így a szomszédos országok és a regionalitás is középpontba kerül, tehát értékek és érde érdekek mentén beszélgetünk és tanácskozásokat tartunk. Egyébként mi a vélemény, hogy létezik még csak klasszikus kusnői női szerep a mai világban? Hát azért a 21. században ezt már nehéz így betartani, hogy csak otthon legyünk, és, és fontos, hogy a nők a 21. században elég trendiek is legyenek, uh -huh. természetesen a karrier rovására nem mehet a család alapítás. Én minden nőt csak biztatni tudok, tehát hogy minél korábban ugye a gyerekvállalás az, az fontos, és akkor, amikor gyereket vállalunk, gyereket várunk, és gyereket nevelünk, akkor sokkal több erőnk van nekünk is, nőknek is, és szerintem a férfiaknak az apák nak is, és mivel a kormány idén a, a családok évének nyilvánította ezt, a, ezt az évet, mi is csatlakozunk ehhez, hiszen a családban úgy gondolom a legfontosabb a nő, az anya, a feleség egyfajta háttér ország. Megkaptuk ennek a három napnak a programját, és egyébként ahogy végül olvastam, azon gondolkodtam, hogy ezen jó lenne ott lenni. Most komolyan mondom, tehát egyrészt, egyrészt tényleg nem azért mondom most, hogy, mert itt ülés, hogy kedveskedni akarok, egyébként igen, de hogy nagyon jó előadók vannak, meglehetősen sűrű a program, tehát nem lesznek hosszú, semmiben nyúló előadások, és azt látom, hogy mind a három napon önt kezd. Megteszi, hogy elmondja nekünk nagyon röviden, hogy mi annyit a nyitó gondolata, vagy annak mi az anzája, tehát hogy mi a felütés ennek az egésznek? Tulajdonképpen pontosan azt, amit az előbb elmondtam, mi szeretnék példát mutatni ezzel a Nő a Siker Alapítvány kezdeményezése, tehát olyan sikeres nők, akik a családban is helytállnak, gyereket nevelnek, esetleg egy gazdasági társaságot vezetnek, alapítványt visznek, tehát sok mindenre van uh -huh. idejük, úgy gondolom, hogy a nők azért elég jól tudják szervezni az idejüket, hogyha kell, akkor reggel még kimennek havatlapátolni is, de ebben a, ezen a konferencián egyfajta példamutatás, mintaadás is, például a fiatal hölgyeknek, fiatal nőknek, akár a, a, diákoknak is lehet az egészséges életmódra, a környezettudatos nevelése, egy egészséges önbizalomra való nevelés, megjelenés, Bemutatása és tréningek szervezése a jövőben. Tehát vannak céljaink, és amit a mindennapokban a nőközpontok kialakításával tudunk majd érvényesíteni. Nagyon szépen Már köszönjük, jól, hogy felhívta jól, a figyelmet. Holnap átolásra tessék, vigyázni, azt ezt előbb hallottam, hogy veszélyes lehet. Főleg a férfiakra, de a nők <laughs> meg ne csinálják. Az erőnléthez fontos. Köszönöm köszönjük. szépen. szépen.